Üdvözlök mindenkit, most már másodszor, és hogy miért másodszor? Azért már egyszer már elkezdtem ennek a játéknak a felvételét, de mivel ez is olyan nagyon faszán ki van dolgozva a játék, hogy amikor pályát kezdek, tutoriált vagy akármit, fogja magát és leáll a felvétel. És mivel nem néztem a jobb oldalon a sarokban a felvételt, ezért beszoptam, tehát most 10 perc felvételem elúszott a nagy semmibe. Úgyhogy sajnos innét kell kezdenem, legalább most már világos lett, és legalább már megértettem a játéknak az alapját így, hogy már játszottam vele ennyit. Nos, sokan írtátok, hogy próbáljam ki ezt a játékot, de szerintem hiba volt ezt kipróbálnom, mert ez tudja, hogy nekem nem fog bejönni ez a játék. Én nem szeretem az ilyen fajta játékokat, főleg, hogy ilyen korlátozások vannak, hogy egyszerre csak 4 dolgot lehet vinni az a kibaszott rohadt inventoriba. Ez mi? 4 dolgot? Na mindegy, tudom, hogy vannak ilyen játékok, ahol vannak bizonyos korlátok, hogy mennyit lehet hova, miből mennyit lehet nálad, meg ilyenek, de általában ezek súlyra vannak korlátozva, nem pedig mennyiségre. De itt mindegy, mert itt mennyiségre vannak korlátozva. Tehát maximum 4 cucc, és kifújt. Van itt minden, csak hát most lehet autóval is menni, tutorial pályát végig. Jaj, ne zombi. Zombi, mi a fene? Gyere te buzi. Legelj meg. Anyád, persze! Jó van, na tessék, most levitt a HP-mat, nem hiszem el. Ez tiszta vicc. Jaj, mert még egy ilyen csúszómászó zombi, hát ez hihetetlen ez a játék. Na majd a shotimba szétlőm. Egy lövés. De ez csak azért, mert találtam fegyvert, de most nem találtam volna a fegyvert, most jól megszoptam volna. De kocsival is mentem, neki mentem két zombinak, az meghalt a kocsi, felrobbant az autó, baszki. Most marha jó, mert most minden fekete-fehér, mert kevés a HP-m. Ez tiszta vicc. Na, ezt fel kéne vennem. De hát először úgy lehet, hogy sajnos le kell dobnom mondjuk ezt. És fel kell vennem ezt. És be kell adnom magamba így. Ja, de az csak a izét viszi le, mi? A fertőzést. Hát ez jó. Csak visszafeveltem a lámpámat. Tehát ez így működik. Hát nem tudom, ha ennek olyan, igazából majdnem, hogy egy Minecraft kopi az egész, de igazából nem, csak majdnem. Tehát a lényeg az, hogy kapsz egy ilyen Minecraft-szerű világot, amiben túl kell élni. Tehát ilyen survival dolog, ahogy elnéztem. De ezek az effektek kurva jók. Jaj! Ja, ennyi volt a töltény, igen, tehát a töltény az eddig tart. És az előbb is olyan marha jól meg tudtam ölni az ellenfelet. Az álló zombikkal nincs is semmi gond, de várj, ez bagos. Nem is kell a földre letartani ezt a szart. Csak belém zabált ez a buzi. Hát az álló zombiknál sima liba, de ezeknél mászó, csúszó mászó zombiknál az meg ez kész. Téboly ez a ütögetés. Na, végre megdöglötté. Na és akkor most a színes játékban lett egy fekete-fehér borzadály. Láttam az előbb valamit, csak nem tudtam felvenni. Hát ott... Jaj, ne. Oké, hogy ti eljátszogattok ilyennel, de ez annyira nem az én világom az ilyen fajta játék. Hogy az valami, nincs space, bazd meg, school bag. Hát legalább ezt fel lehetne venni a hátod, de várj, lehet fel lehet venni, várjál csak. Mert az előbb is úgy kellett a nadrágot is fel... Na most meg ledobta a nadrágot, hát ez hihetetlen komoly ez a játék. Miért ilyen nehéz minden ebbe a játékba? Jó. Azt is felveszem, és felveszem. Na, végre, remélem lesz most már... Na, végre van több helyem, hát! Gyerekek, hát ez így kell. Így kell, na, T-Rexi rájött miatt nyitja a játéknak. Ja, várj, a lámpámat meg ott hagytam. Nem, fevettem. Na jó. Na, végre. Egy már mindjárt már. Na, a fegyver, ez az. Fegyver, de persze gondolom töltény el sincsen. Tehát a töltény is olyan faszán megvan csinálni, hogy töltényt is úgy kell izélned. Na, töltény, ez az.
De gondolom mindegyik, ne, ne azt mondta, hogy mindegyik egy helyet foglal el. Ne adni meg. Na azért már kezdtem örülni ennek is. De most ugye azt is ki kell találni, hogy melyik fegyver az melyik töltény való. Gondolom én. Nem lehet aludni vagy valamit csinálni, hogy lemenjen ez a sok élet meg az ilyenek. Ah, crossbow! Shift magazin, ne? Töltényeket találok meg minden, csak éppen azt, amit kéne, azt nem. Na, ebben a házban biztos, hogy lesz valami. Más nem zombik. Mi az a kocka? Mi ez? Potátó. Aha, lehet ültetni is ezek szerint. Ez moldy tomato. Na, ezt ígyük meg, ezt ígyük meg. Aha, hogy csökkenti az éhségemet, látom. De a kezdés érdekesen vannak megcsinálva ott lenne azok a csúszkák, tehát itt nem, az, nem százról indul, hanem növekszik. Tehát itt nem a izét mutatja azt, hogy... hogy mennyi, vagy hogy már kéne, tehát nem azt mutatja, vagy nem az, hogy csökken, hanem az, hogy mennyi a szükséglet. Tehát most már 31% a szükséglet, meg 54% a víz. Tehát itt a szükségletet mutatja, nem pedig azt, hogy hogy mennyi van hátra. Na de mi van itt? Ajtó, csavarok. Mi ez? Na, nincs több hely. Nincs több hely. Ó, na végre találtam töltényt is, király. És ez micsoda? Klip. El kell dönteni ugye, hogy milyen fegyvert akarsz vinni. De most a crossbowhoz nem találtam még semmit, a kergó nem kell, tehát... A moszemhez. Civilian bullets. Winchester clip. Crafting. De hogyan lehet craftolni? Kell hozzá valami, és kell hozzá egy túl is. Csak hát a túl lesz most honnan találok én túlt. Ez a gomb ez. Mit tudom én. Azt sem tudom, hogy ebben milyen töltény való. Tehát honnan a francból tudjam, hogy ebben például milyen töltény való. Várjunk, ez ide van írva, nem? Várjunk, ugye az előbb kifolyott a fegyveremből a töltény. Nézzük meg, azóta tudok előni. Nem. De, ja. Jól lehet tölteni, aha. Tehát elvileg most újra töltöttem, tehát most már működik. Aha. Tehát oké. Jó, majd akkor meg kell jelzni, hogy ebben a házban van töltény. De olyan fasz, hogy itt minden fekete-fehér, így még jobban egybeolvad, ami már... Ez az, zombi? De ezt úgy verem szét, hát nem pazarlom a töltényeket ilyen béna zombikra. Milyen vérrengeteg van itt, genya, figyelj. Ez mi? Kés. Na, nézzük meg, nem-e, mennyi a seb, van ilyen, hogy sebzés, tehát... mit tudom én... Nem fog... Hát, nincs odaírva, hogy sebzés mennyi. Note. Gondolom, megint csak úgy tudom elolvasni, hogyha valamit kidobok. Na, ez sok értelme nem volt. Fel lehet menni a tetőre. Na, felmegyek, megnézem, mi van a tetőn, hát ha. Jaj, nehogy leessé nekem. Ha, itt is van valami. Töltény, ez az. Kantin, kantin. Mi lehet ez a kantin? Ezt is ki kéne próbálnom. Aha, na, találtam ilyen vízcsökkentőt. Nincs elég hely. Ja, hogy vizet kell először mernem bele. Aha.
gondolom én. De aztán lehet, hogy rosszul gondolom. Érdekes egy játék. Sokan biztos, hogy játszanak ezzel órákon, de én egyszerűen nem tudnék ezzel sokat játszani, mert én megunom. Tehát ez olyan, mint egy Daisy copy lenne, vagy egy vagy Daisy és Minecraft copy, tehát nem tudom. Végre ruha! Na, ruha! Ezt eldobom addig. Felveszem a ruhát, és akkor equippelem, és akkor úgy felveszem, és akkor... Aha. Na, most már egyre durvábban nézek ki. Figyeld! Ami elszomító, hogy a tutorial pálya jóformán semmit nem mutatott igazából. Tehát ha most a tutoriált végviszem, akkor igazából... hogy mondjam nektek? Tehát én nem tanultam meg semmit ebből a tutoriál pályából. Mármint azt nem tudtam, hogy most ez milyen játék lesz így. Már, mert valahol azt hiszem, hogy láttam valamit. A páncélszekrény, miért is lenne benne valami? Nem, valahol én láttam valami izét, amit meg lehetett enni, és akkor még nem tudtam, hogy ez így működik, ez az inventory rendszer, és nem tudtam felvenni, ugye. Gaskon. Ezt nem lehet ott. Moldipot. Na, ezt lehet, hogy fel lehetne venni. Nem tudom, hogy mi lehet ez. Aha. És ez meg. Na, itt is vannak izé töltények. Nincs elég hely, azt írja, ugye. Amit el kell dobnom. Mit dobjak el? Potato seed, jó, mert ez nem kell. Itt lepődtem meg, amikor ezzel a kocsival indultam, neki mentem a zombiknak, aztán kigyulladt az autó, de csak felrobbant. De olyan szintű robbanás volt benne, mint a GTA-ba, bazd. Töltény van, csak éppen... Mi ez? Mordik? Na, végre kaja, na! Végre! De hát HP meg még mindig nincsen, jó, van, nem kell. Hát mindegy, az egy ilyen fekete-fehér videó lesz. Mindegy, bemegyek a városba, hát, ha találok valamit. Mi? Juice box. Ehhez meg... Apple az alma. Tehát szépen felveszem. És megzabálom. Nem tudom mi, de ezt is megzabáljuk. Mindent megzabálunk. Na, ezt is megzabáljuk. Fú, milyen radioaktív lettem, vagy mi a fene az az izé. Na, chips, kaja. Jó van, kaja az kell. Kaptam is érte achievementet, hogy milyen faszán megettem mindent. Moldy corn. Jó, most kaja nem kell több. És nekem már valami életadó valami kéne, mert az így... Potato chips, kés. Juice. Minden megiszom ezt a milket. Minek kell az ajtó ide? Ó, milyen radioaktív lettem, gyerekek, vagy milyen faszom az a zöld csikott. Na, itt egy autó, mindjárt elhúzok vele. Duct tape. Na, nebzek.
Kíváncsi vagyok, hogy melyik a nagyobb, az iskolatáska vagy ez? Nézzük. Hát ebbe kevesebb hely van, hát bazd meg. Bazd meg. Na hát ez a szopás, amikor fogalmad nincsen, hogy a cucc az mit tud érted, halványilag gőzöd nincsen róla. Na most szétszórta a cuccaimat, ez tiszta jó. És meg no space, hát most meg ki kell tennem először valamit. Áááá, ez a játék, ez egy agyfasz, komolyan! Hát ez marha jó, most szedhetem össze a cuccaimat, bazd meg. Jó, ezzel már megszívtam az előbb, semmi nem volt benne. Na. Ja. Hát vedd már fel. Jó, még megnézem azt a házat is, aztán... Hát de igazából nincs értelme nagyon folytatni a videót, mert az a játék nem fog meg engem. Tehát én eljátszok vele, megcsinálom belőle a kis videómat, aztán letörlöm a francba. Tehát engem nem érdekelnek az ilyen. Tudom, hogy sokan írjátok, mert... Na, Travel Pack, na ennek most már nagyobbnak kell lennie, mint az iskolatáska. Magic Cloak, na ez meg biztos, hogy kell nekem, tehát... Ezt még megpróbálom, aztán ha ez se jön be, akkor faszom, hát nem igaz. Mindent megint szétszór ide. Na, ja persze, még le kell vennem ezt is. Na, nézzük a Travel Packot, valakinek többnek kell lennie. Nézzük a helyet. Hát, nem tudom, hogy több lett-e. Ja persze, az összes történet, amit egyesével szedtem fel, azt egyesével is visszafeszednem ilyenkor is. Nice. Na, több helyem lett, jól van. Magic Cloak, na, felveszem a Magic Cloakot is. Na, mindjárt több helyem van, nézzétek. Ó, hát... Ez valamivel több helyen van legalábbis. Nézzük, mit cserél le. Ne, fasza, na, hogy fel vagyok már szerelkezve, geci. Na, a végén még jó lesz az a játék, mégiscsak. Fegyver, magnum, de tovább van. Na, induljunk el a kocsival akkor. 10% HP-val még sokra nem megyek. Ott egy zombi. Hogy elütöttem? Még egy zombi? Lehet dudálni is. Hát gondolom itt multiplayerben is ugye lehet lejátszani az a játékot, amikor többen vagytok és na biztos, hogy könnyebb valamivel. Zombi hangot hallottam, ott vannak. Nem tudom megütni a zombit, nagyon nagy a kocsinak a forgás izéje. Mi van, kifaj... Ja, hogy ebbe benzin is kell! Ja... Mindegy, kilövöm a zombi szemét. Hehehe... Kapjuk ilyen... Hát! Most miért haltam meg? Nem hiszem el! Ennyi cuccom oda lett! És hol vagyok most? Hát ez érdekes, kaját kapok, meg piát, meg minden, csak éppen HP-t nem, amivel fel tudnám magam healelni. Hát most megint itt egy zombi. Ja, elfelejtettem, hogy igen. Itt csak én izé van. Fél óra alatt tudom megölni így a zombit, lámpával. Hát jó, hát fi, ennyi ez az Unturned játék, hát nekem nem nagyon jön be. Tudom, hogy ebben el lehet bóckodni napokig is akár, de nekem ennyi elég volt a játékból, tehát... Na, a zombik meg ennek visszafele. Nincs elég energia, nem tudok felugrani, hát.
Na, tehát nekem ebből a játékból kb. Ennyi elég is volt ahhoz, hogy tudjam, hogy én ezzel a játékkal nem fogok tovább játszani. Hiába erősködtök, hiába írjátok azt, hogy én vagyok a béna, vagy ez nem. Gyerekek, én játékkal nem szoktam játszani. Húzamosabb ideig, meg főleg nem. Minecraft az teljesen más, ott teljesen más az egész. Az például az megint túlélésről szól, de ott valahogy sokkal nagyobb szabadságot kapsz, mint itt. Itt látod, hogy hát az AI is lehetne egy kicsit okosabb. Mindegy, ez a játék gyerekeknek készült, nem nekem. De ez nekem túl bonyolult. És a gyerekek azok jobban tudják a számítógépes játékokat, mint én. Én csak lőni tudok, mert én ilyen kodos szar vagyok, érted? Tehát ennyi. Na, ennyi lett volna ez a videó. Biztos kapom már az oltásokat, de mondom, engem ilyen játékok nem érdekelnek. Tehát ilyen videók után én általában az ilyen játékokat 90%-ban leszoktam törölni. Hiába írjátok, hogy mit kell csinálni, hiába írjátok, hogy mi hogyan van, akkor is letörlöm, és nem játszok vele tovább. Mert nem érdekel, nem érdekel. Na. Köszönöm a figyelmet, viszlát.